A rossz idő ellenére szép számmal gyűltek össze szombaton már délelőtt is az érdeklődők a nyárbúcsúztató rendezvényre. Reggeltől kezdve ugyanis a mosoni polgári kör hagyományos főzőversenyével vártak mindenkit, amit 2000-ben indítottak útjára. A nyárbúcsúztatónak több mint 4 évtizedre visszanyúló hagyománya van, hiszen 1977-ben rendezte meg az Egyesület az első rendezvényét a mosoni Duna partján. Ezt megelőzőleg Dunautcai fiatalok kezdeményezték, de hát akkor még úgy, hogy a Dunán úsztattak le farönköket, meggyújtották, iskolatáskát égettek, autókereket, amit most már nem lehetne, és ők abba hagyták, nyilván ők nem tudták továbbvinni, anyagilag nem volt hátterük, és akkor vette át a polgári kör. A szervezők minden évben igyekeznek úgy kialakítani a programokat, hogy a fiatalok és idősebbek is megtalálják a számukra megfelelő szórakozási lehetőséget. A hagyományokhoz híven idén is lehetőséget kaptak a város tánccsoportjai, hogy bemutatkozzanak az eseményen, így színpadra léptek többek között a Haller iskola mazsorettesei. A Royal Colibri hip-hop táncosai. Valamint a mosoni rendezvények elmaradhatatlan fellépője, az Elner tánc csoport is. A helyi csoportok fellépése után aztán késő estig zenés programokkal vártak mindenkit a szervezők. Szigetközi színjátszókör musicaleket fog előadni, ezen kívül az Irigy Hónaj Mirigy, és végezetül a Gezarol együttes zárja a rendezvényt. A mosoni polgári kör nem titkolt célja, hogy a jövőben is tovább vigye a nyárbúcsúztató több évtizedes hagyományát, így jövőre, augusztus utolsó hétvégéjén ismét a szórakozásé lesz majd a főszerep a mosoni Duna partján.